Üdvözlöm a kedves nézőket! Műsorunkban a generációs szakadék témaköréről fogunk beszélni, arról, hogy a modern változó világban hogyan és miként élünk együtt azokkal, akik más korban, más környezetben nőttek fel. Erről a témáról pedig kedves vendégeimmel fogok beszélni. Sziasztok! Sziasztok! Az első kérdésem rögtön az lenne, hogy ti milyen különböző generációkkal éltek együtt egy háztartásban, és milyen tapasztalatotok van velük? Hát én jelenleg most kedves Dórával élek együtt, aki hát ilyen 23 éves, köztünk annyira nincs korkülönbség, meg még van egy 24 éves fiú lakótársunk. Itt szerintem amúgy picit könnyebb, mert úgy nagyjából nincs olyan sok év köztünk, és így egész jól el vagyunk, nincs nagy gond így az együtt éléssel. Viszont én otthon, erre van egy nagyon jó példám, egy ideig a nagymamámmal, illetve az apukámmal éltem együtt, és nem tudom, hogyha egy tanácsot is megfogad itt tőlem bárki, akár a nézők, akár ti, az legyen, hogy soha ne engedjétek, akármennyire is jó kapcsolatban vagytok a szüleitekkel, tehát hogy ez nem egészséges. Tehát, hogy annyira sok, három generáció élt együtt, és nyilván a személyeik miatt is veszekedtek sokat, de hogy én azt láttam rajtuk is, hogy nem volt egészséges, és számomra sem volt egészséges. Én még apukámmal úgy megértettük egymást, és úgy működtünk együtt, így tudtunk így kompromisszumokat kötni, viszont a nagymamám már annyira egy másik környezetben nevelkedett, hogy az, ahogy engem nevelt apukám, az neki egy borzalmas ilyen felismerés volt, és neki az nem tetszett, és emiatt rengeteg konfliktusunk volt, szóval ha majd én egyszer oda jutok, akkor én soha nem tennék ilyet, sem a saját gyerekemmel, hogy összeköltözök vele, mert szerintem ez abszolút sok esetben élhetetlen, akármennyire is jó a kapcsolatotok, előbb-utóbb az a helyes módja ennek, hogy egy gyerek az külön költözik a szüleitől, és külön éltek. Mi mondta, Bia, együtt élünk, meg egy 24 éves lakótársunk van, így nyilván könnyebben kívül, mely korosztály vagyunk, viszont nekem van egy húgom, illetve mielőtt elköltöztem volna otthonról, édesanyukámmal éltem, illetve az ő párjával. Hát voltak konfliktusok nyilván, mint minden szülő gyerek kapcsolatban. Húgommal jobban megértettük egymást, viszont évek ezelőtt volt arról szó, hogy anyukámnak a szüleivel összeköltözünk, és unokatestvérem, tehát három generáció, 10-12-en, és hál' Isten nem jött össze, mert nagyon szeretem a családomat, de szerintem nem lett volna egészséges, hogy te mondtad. Hiába, hogy nagyon szeretem is tisztem a nagyszüleim, mert egyszerűen generációs különbségek vannak, hogy azt nem feltétlenül lehet átidalni. Én nekem nagyon fiatalos nagypapám van, mert nagymamám, tehát ismered is őket, tehát tök felvilágosultak, mert tök modernán gondolkodnak, de egyszerűen szerintem három generáció az borzalmas. Abszolút egyetértek, három generáció az már nagyon sok különbségeket vet fel, mind felfogásban, mind életmódban, tehát igazából egy háztartás alatt kivitelezhetetlen is, hogy ennyien együtt éljenek. Nekem van egy bátyám, aki 5 évvel idősebb nálam, és már kettőnk között is nagyon sok generációs különbség van, mint felfogásban, meg ahogy neveltek minket a szüleink is. Igazából 5 év az már pont egy olyan különbség, ami mind az iskolában, hogyha azt nézzük, már pont egy olyan váltás van kettőnk között, ami hát pont egy gimnáziumi időszak, ami elég ahhoz, hogy már máshogy tekintsünk kisebb gyerekre például. A szüleinkkel szerencsére így hát valamilyen szinten modern felfogásúak, szóval nincsen problémánk olyan sok, de például, hogyha arról van szó, hogy mondjuk ünnepségeken, vagy ilyen nagyobb családi összejöveteleken ott vannak az idősebb korosztály, és azért vannak konfliktusok. Tehát. A jó kis családi vacsora. Szeretjük a karácsonyt? Hát nem tudom, nekem így egyszerre még ennyi generáció nálunk nem élt együtt, vagy nem emlékszem rá, hogy lett volna így. Viszont külön-külön generációkkal így a családomból éltem már így elég sokszínűen. Középiskolában volt, hogy ketten laktunk édesapámmal, utána átköltöztem édesanyámhoz, a párjához és a húgaimhoz, mivel van két húgom, akik 4 és 5 évvel fiatalabbak. Onnan pedig aztán ugye mentem kollégiumból kollégiumba, majd pedig most ott vagyok, hogy párommal élek, akinek pedig az anyukájával élünk együtt, és ez is azért elég nagy korkülönbség. Az anyós a másik, jó? Igen.
Egyébként, bocsánat, azt hozzátenném, hogy én meg azt vettem észre, hogy azóta jobb a viszonyom a szüleimmel, mióta nem lakom otthon. Tehát amíg otthon laktam, hiába múltam el 18, az volt, hogy amíg az inházamban laksz meg a stb. De mióta elköltöztem otthonról, imádjuk egymást. Hazamegyek, kedvenc kajámmal várnak, úgyhogy így gyönyörű. Tehát nagyon szeretem, mióta elköltöztem otthon, nagyon jó a viszonyom, de hugommal is sokkal jobb. Van ez a jobb távolról szeretném közelről utáni mondás, ez most nyert értelmet számolt. Ezzel teljes mértékben egyetértek, én is ugyanezt tapasztaltam. Még otthon laktam anyuikkal, akkor fú, ki nem tudtam állni őket, meg azért a hugaim is elég sokszor az idegeimre mentek. Viszont így, hogy már nem kell minden apróságot elviselnem, ami nekik úgy jobb, mert megértem, hogy nekik úgy jobb, de nekem meg ugye máshogy jobb valószínűleg, tehát nem lehet mindenkinek ugyanazok az elvárások. Így viszont azért sokkal jobb a kapcsolatunk. Nekem is van egy 7 és fél évvel idősebb bátyám, köztünk azért tényleg nagyon sok van, és ez gyerekkorunkban amúgy nagyon sok vitát szült. Tehát, hogy én amikor már itt tanultam menni, már akkor az volt az első, hogy őt megütöttem, mármint tudtam járni, mert azért ő mégis 7 és fél évig egyedüli gyerek volt, és neki azt feldolgozni, hogy 7 és fél év után jött egy kislány az életébe, hogy nyilván én körülöttem forgott akkor a világ, én voltam a legkisebb, meg hát ugye lány is vagyok, én voltam az első lány a családban, és viszont nekünk ilyen 15 éves koromra értem meg annyira, hogy így akkor már el tudtunk együtt vibe-olni. Tehát akkor volt az, hogy berúgtunk együtt, és azóta meg annyira ilyen felütlen a kapcsolatunk, viszont attól függetlenül, hogy nagyon sok év van köztünk, én ezért nagyon hálás vagyok, mert ő már most ott tart, hogy én úgy fel tudok rá nézni. Ott tart az életében, hogy én erre fel tudok nézni. Nagyon érdekes dolgokat mondtatok igazából, ami megrövet bennem, hogy minden többen is kiemeltétek azt, hogy már ilyen közeli báty, vagy ilyen akár kisebb tesóra is rávetíthetjük, de már ilyen pár év elég ahhoz, hogy azt érezzük, hogy nagyon más világban nőttek fel az emberek. Viszont, hogyha belegondoltok, egy 200-300 éve még a emberek, a férfiak az apjuk munkáját csinálták általában. És azoknak meg a nagyobbik munkáját csináltak. És a gyerekeiknek is ezt adták tovább, és általában szerintem ugyanazt az életet, vagy nem ugyanazt, de nagyon hasonló életet éltek meg folyamatosan, így könnyen tudtak tanácsot adni, jobban meg tudták érteni egymást. Viszont a mai modern világban már tényleg évről évre jönnek olyan innovációk, olyan újítások, amik teljesen megváltoztatják az életünket. Ti mit gondoltok erről, hogy akár arról, hogy akár egy év is lehet-e már egy generációs szakadék, valószínűleg ez már túlzás, de hogy mit gondoltok erről a témáról? Hát nyilván régebben ez azért volt jellemzőbb, mert nagyon más lehetőségük nem volt, tehát ott nem volt annyi szakma. Akkor tanulták ki ezeket a dolgokat, és akkor fedeztek fel annyi szakmát, akkor nyilván ez ilyen kovács, meg az ilyenek voltak a ilyen legfőbb iparágak, amikkel foglalkoztak az emberek, de most már ugye annyi lehetőségünk van, és annyi mindent tudunk tanulni, de például ez nálunk amúgy pont ellenkezőnek van, mert apukám heggesztőként dolgozott, és a bátyám is ugyanezt tanulta, szóval, hogy ő látta apukám, hogy mennyire szeret, és őt is elkezdte ez érdekelni, és ugyanazzal foglalkoznak. Szerintem van ennek egy szép hagyománya, hogy így egymást követték apa-fiú, viszont azt vettem észre, amikor manapság valaki mondjuk orvos, és rá akar erőltetni a gyerekére, hogy legyen orvos, úgyhogy nem szeretne az lenni, ez olyan feszültséget szül, hogy az ami hihetetlen, és mondta Bia is, hogy rengeteg lehetőség van, tehát bárki lehet bármi, meg van rá a képessége. Meg ahogy mondtad, igen, nem volt olyan sok lehetőség. Nekem édesapám terrautósofőr, nyilván nem örülnék nekem, annak kéne lennem, nekem jogsim sincsen, ön is közveszélyes vagyok, tehát jobban jár mindenki, hogyha nincsen jogsim. Amit kérdezte, az egy év, szerintem az még nem generációs különbség, tehát húgom is köztem 3 év van, mi ugyanazokat a meséket néztük, ugyanazokkal játszottunk, ugyanazok voltak a barátaink, de köztünk annyira nincs, viszont köztünk is, te hány év, vagy 2 vagy idősebb nálam? 99-es vagyok. Akkor egy. Tehát amúgy köztünk se érzem, hogy lenne annyira generációs különbség, tehát mi még szerintem egy kalap alá esünk, viszont az 5 évvel nálam idősebbek, vagy 5 évvel nálam fiatalabbak már lehet, hogy tök máshogy szocializálódtak. Bár még párom meg 3 évvel idősebb nálam is, viszont ott érzem, az is közrejátszik, hogy vajdasági, de kicsit ti máshogy szocializálódtatok, az már másik téma, de szerintem az 5 év az, amikor már így látszódik a generációs különbség. Szerintem a 4 is elég.
Én úgy érzem, a két húgom van, ugye, és az idősebbik, ő 4 évvel fiatalabb tőlem, és én érzem azokat a különbségeket, amiben ő így, neki ez természetes, nekem viszont így annyira nem. Az, hogy ő ott ül és TikTokokat nézeget egész nap, ez neki annyira természetesen jön, és ő ezzel tölti a szabad idejét, nekem ez annyira nem. Tehát értem én, hogy bejött ez most, köztünk is vannak sokan, akik használják, de neki ez már sokkal természetesebben jön. Jó, persze, mert kiszocializálódtak, ők nem feltétlenül másztak már fára, meg homokoztak, meg bujócskáztak, stb. Nekik odaadtak, nem tudom, hogy nektek így volt-e, de hogy nekik például, vagy nem tudom, az 5 éve fiatalabbaknak már kezükbe adtak a telefon, mert sokszor azt veszem észre, hogy a szülőknek nincs kedve meg ideje gyerekkel foglalkozni. Nekem még volt gyerekkorom, és szerintem nektek is ti másztatok fára, bujócskáztok, stb. Talán azért lehet ez a nagy generációs különbség, mert az ilyen 2005-6 után születettek, tényleg TikTok, meg nyomják a nem tudom, Fortnite, fogalmam sincs, nem ismerem ezeket, boomer vagyok, nem tudom. Szerintem mi ezt mondták amúgy a nálunk ilyen 5-10 évvel idősebbek, amikor mi meg nem tudom, PSP-ztünk, vagy TV-ztünk, vagy YouTube-oztunk. Vagy Sims. Vagy ilyenek, amik bejöttek akkoriban. Igazából érdekes. Nekem is van több kisgyerek a családunkban. Így konkrétan olyan családunk van, hogy elég nagy, ezért minden évben születik egy gyerek. És igazából a telefonos dolgot néha megvédeném. Például étteremmel azt szerintem egy tök korrekt dolog, hogyha valaki ott egy telefonnal köti le a gyereket, hogy ne az egész étterem hallgassa, hogy sír. Például de, ilyenek, de... csak ez az egy mód van szerinted? Nem tudsz neki menni, fog ócskázni? Hát de akkor meg te nem élvezed azt, hogy végre kiszakadsz az otthon. Ez most egy másik téma lenne, amúgy ez is érdekes lenne, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket. Úgyhogy nem szült még senki gyereket, innen nem baj? Hát amúgy abszolút egyetértek abban, hogy így egy év az még az, és az semmi szerintem, az nem generációs különbség, de hogy így 3-4-5 évnél az már egészen észrevehető, hogy felfogásban hogyan változnak a gyerekek még egészen kiskorban is, tehát hogy pont ez a pár óvodás év, vagy pár kisiskolás év, hogy hogyan nevelték őket a szüleik máshogy. Vagy lehet, hogy például nálunk is ez volt, hogy az idősebbnek a pár zökkenéséből, vagy mondjuk gimnáziumi évek alatt rossz tanulmányi eredményeket hozott haza, akkor én is azt néztem, hogy hát jó, akkor ez így nem jó, tehát másod kell csinálni. És nem az volt, hogy a szüleim mondták meg nekem, hogy tanuljál jobban, hanem hogy láttam, hogy ebből állandó feszültség van otthon, és akkor én meg alapjáraton már magasabbra tettem számomra is a lécet. Tehát, hogy így, én ebből a szempontból így oldottam ezt meg, de sokan meg pont leszárják, tehát hogy nem fognak ezzel foglalkozni, hogyha mondjuk a testvéreiknél zűr van otthon. Sok generációt megemlítettünk most már. Ti mit gondoltak, melyikkel tudtok a legjobban kijönni? Inkább az idősekkel, inkább a fiatalokkal, esetleg a középkorú, a szüleink, a korosztálya az, amivel szót értetek? Hát így, hogy most engem, ugye a ti korosztályatok vesz körbe, ez a 23, 24, 25, 26, sőt van egy 28-29 éves baráti társaságom is. Velük én azt érzem, most ahol tartok az életemben így, hogy külön élek már, hogy sokkal jobban el tudok beszélgetni, mint mondjuk egy 18 éves gimnazistával. És ez azért is van, mert teljesen más életet élünk már, szerintem mi így, hogy külön él mindenki, önellátó, önfenntartóak vagyunk, szerintem ez is nagyon sokat számít. Így barátságban amúgy hát nem mondom, hogy ilyen 15 évesekkel azért tudnék barátkozni, de azért szerintem meg tudnám mindenkivel találni való hangot, de inkább az ilyen 20 éves korosztály, akivel jobban el vagyok párkapcsolatban. Nekem ugye azért van furcsa a helyzetem, de te is, meg Niki, te is, mert ti második suli után jöttetek ide, tehát nem egyből gimi után, tehát nekünk kell úgymond alkalmazkodni a 18-19-20 éves korosztályhoz, és szerintem hogy nem látszik, tehát nem tűnik fel, hogy lenne köztünk generációs különbség, tehát ugyanúgy szocializálottunk, ez tök jó, viszont annál fiatalabbakkal, még az elsősökeveltek is tök jól el tudok dumálni, tehát a szakesten is tök jó volt, de amúgy meg annál fiatalabbakkal szívesen meghallgatom őket, de nem hiszem, hogy tudnánk egy húron pendülni. Én az idősebbekkel talán mindig is jobban kijöttem, fiatal felnőttek, fentek szüleim korosztálya, időseket nagyon szeretem, ők is engem, nagyon jókat szoktam beszélgetni, idős emberek, akik megtalálnak az utcán és elmesélik az életüket is. Tudom, hogy szegények által magányosak, én nagyon szívesen meghallgattam őket, és nagyon élettapasztalataikat, tök jó tanácsokat tudnak adni.
Igen, az idősebbekkel jövök ki jobban. Dóri az idős lelkű. Nyugdíjas lelkű vagyok, igen. Én ilyen tekintetben eléggé alkalmazkodó vagyok. Én ugyanúgy kijövök a fiatalokkal, mint az idősebbekkel is. Én nem tudom, én alapból szeretek beszélgetni az emberekkel. Tehát én ugyanúgy egy 10 évessel is ugyanúgy el tudok beszélgetni, és élvezem, hogy elmeséli, hogy milyen volt a napja, meg ugyanúgy egy 60 évessel is akár. Tehát nálam ez nem korfüggő. Úgy mondasz valamit, Anna? Szóval abszolút egyetértek a többiekkel. Én viszont azt mondanám, hogy talán mindenkivel értek egyet, hogy nagyjából mindenkit meg tudok hallgatni. Nem biztos, hogy értelmesen hozzá tudok szólni egy 70 évesnek a gondolójához. Nem tudom, hogy miről tudnánk beszélgetni, de hogy így ilyen max 10-10 év lentre is, meg föntre is. Tehát hogy egy 30 évesről is szerintem megtalálnom a közös hangot. Egy 10 éves gyerekkel már lehet, hogy nehezebben, meg mindig én is inkább az idősekkel barátkoztam. Meg ahogy mondtátok itt többen is, hogy én is egyébként már jártam egyszer egyetemre, szóval már én is úgy jöttem ide, hogy egy évet halasztottam igazából. Úgyhogy lehet, hogy azért is könnyebben megtaláltuk a közös hangot, de hogy így szerintem egyébként nagyon téma függő is, meg személyiség függő, hogy ki mennyire érett, hogyan kezelik a témákat, amiről éppen beszélnek. Szóval sok minden meghatározza szerintem. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen érzéseink, meg milyen tapasztalataink vannak így a különböző korosztályokról. Igazából a végén már csak arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok, hogyan tudjuk szűkíteni ezt a generációs szakadékot, hogyan tudunk így valahogy a személyes életünkbe tenni ez ellen. Apukámmal volt ez talán, hogy tudjunk közösen együtt élni, ahhoz nekünk kompromisszumokat kellett kötnünk, illetve nekem is tiszteletben kellett tartanom, hogy ő gondolkodik, és hogy ő nevelkedett, és ő is tiszteletben tartotta azt, hogy már nem az a világban, és ő ehhez próbált alkalmazkodni, és figyelte azt, hogy nekem mi a legjobb, és hogy nekem hogy lenne a jó. Kommunikáció volt, tehát hogy mi nagyon sokat beszélgettünk erről, és ő is látta, hogy nálam az már nem működött, ahogy a bátyámat nevelték, és az sem működött, ahogyan őt nevelték. És ezt nyilván a nagymamám ezt nagyon nehezen fogadta, és sokszor nem is fogadta el, de hogy apukámmal így, hogy mind a ketten alkalmazkodtunk, és közös nevezőt hoztunk, és én is leadtam egy picit, és én is elfogadtam az ő gondolatait, és ő is az enyémet, így szerintem lehet, de ez nagyon sok munka. Tehát, hogy ezt így általánosan országszinten és világszinten nem lehet, de a saját egyéni életünkben ilyen sok munkával, kommunikációval szerintem amúgy simán megoldható. A kompromisszum, a kommunikáció szerintem is fontos, de ami még fontosabb, az a nyitottság. Tehát hiába kommunikáltok, ha nem voltak egymásra nyitottak. Tehát mindketten, mindegyik korosztálynak, mindegyik korosztály felé kölcsönös nyitottságra kell fordulni, és tisztelettel. Tehát a múltkori beszélgetésen jött szóba, hogy úgy kell tisztelni egy kisbabát is, egy 10 éves, egy 20 éves, egy 70 éves. Szerintem nem alanyi jogon jár a tisztelet, vagy nem azért, mert valaki megéltem már a nem tudom 48-as harcokat, meg nem tudom, én húztam fel itt a falakat ezen a lakótelepen, hanem azért, mert hogy emberek vagyunk, tiszteljük egymást azért, mert nem taposunk egymásra, nem, tehát figyelembe veszük egymás igényeit, gondolatait, meg hogy mindenki más, és más a gondolkodásmódja, az erkölcse, neveltetése, más, hogy gondolkodik a dolgokra. Én igyekszem erre, tehát hogy elfogadom, hogy valaki más gondol a dolgokról, csak azt veszem észre, hogy mondjuk hálásan az én szüleim tényleg nagyon nyitottak ilyen szempontból, viszont azt veszem észre, hogy az ilyen 60 pluszosok kicsit ilyen bezárkózottabbak, tehát nem hajlandók befogadni más nézetet, hanem megy az ócsárlás, meg ezek a mai fiatalok, meg stb. Ha már ők nem is, akkor mi talán tudnánk arra törekedni, hogy az alattunk lévő generációval legyen egy jó viszony kialakítva. Nem tudom, egyébként intézményi szinten lehetne javítani, nem tudom, ilyen buli, ilyen 10-től 70 éves korig fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehetne egyébként létrehozni, de szerintem kommunikáció, nyitottság, tisztelet, ez a három, ami fontos. Szerintem se lenne olyan könnyű ezt így országos szintre, vagy akár világi szintre emelni, viszont szerintem igazából mindenkinek magába kéne nézni egy kicsit, és el kéne törölni, vagy legalább kicsit félretenni ezt a gyűlölködést. Mert azok a fiatalok, vagy az, amit a Dóri is említett, hogy ha belegondolt, akkor mi is elég sok, inkább a negatívumokat tudjuk szerintem most a kisebb generáció, fiatalabb generációkról felhozni, mert hogy mennyit telefonoznak. Mi is boomerek vagyunk, mondjuk ki. Igen, de szerintem ezeket
nem kéne ennyire a negatívumokat hangoztatni, hanem oké, hogy ezt gondolod, de nem mondd ki. Tedd félre, és inkább csak fogadd el. Igen, abszolút, a tolerancián is alapul. Tehát, hogy én is a kompromisszumképességre, a tiszteletre még hozzátenném azt, hogy tolerálni a másikat, és elfogadni azt, hogy igen, hogyha más gondolunk a világról, az sem baj, de elviselem, tehát nem fogok belekötni a mindenféle negatívumba, ahogy mondtad is neki. Tehát, hogy én még ezt hozzátenném azért. Igen, csak én sokszor azt veszem észre, hogy oké, hogy van ez, hogy fogadjuk el egymás véleményét, viszont én sokszor azt érzem, hogy oké, hogy elfogadjuk, csak valamiért mégis így azt tapasztaltam, hogy a környezetemben is, hogy azért is, mert csak rá akarod erőszakolni, és ilyen zokon beszatotja másnak más a véleménye, pedig ez teljesen normális. Hát tehát az a normális, hogy te fekettét gondolsz, a másik fehéret, és nem kell szürkét kihozni belőle, hanem tiszteletben tartani, hogy ez gond, és nem megváltoztatni. Te most nem akarom ide keverni a vallást, de például valakinek XY vallása van, teljesen oké, vald, kövesd, tiszteld, de ne akar rám erőltetni. Tehát egészen odáig én tiszteletben tartok minden nézetet, erkölcsi dolgot, tényleg bármit, hogy nem akarják rám erőltetni. Tehát ez még egy fontos dolog szerintem. Ezzel együtt értek, hogy addig még egy fiatalnak mondjuk a szokásait, vagy egy idősnek a történeteit meghallgatom, én szívesen meghallgatom, és sőt élvezem, hogy miket ilyen új dolgokat mondanak, és élvezem, de miután már így átfordul abba, hogy engem is belevonjanak, vagy rám erőltessék, vagy valamit még azt szeretnék, hogy én is olyasmi, vagy hasonlók, azt már köszönöm, abból nem kérek. Én azt a következtetést szűrtem le ebből a beszélgetésből, hogy legalább próbáljuk, megtörekedjünk arra, hogy értsük meg egymást. Köszönöm, hogy velem voltatok, hogy segítettetek ma nekem, a nézőknek is köszönöm a figyelmét.